Jó reggelt kívánok, sziasztok! Remélem, jól látszom, jól hallatszom. Az öteg vegyek már föl inget, nem mindig csak pólóba legyek, mert gyorsan elővettem egy farmer inget. Azért elmondom nektek, 16 évig nyomtam az offline tréningeket, öltön nyakkendőt, tudjátok, ahogy ki kell nézni. Néha úgy éreztem magam, mint a Robert De Niro a Casino című filmbe. Érdemes megnézni ezt a egyik kedvenc filmem, Robert De Niro Casino. Úgyhogy, na, csak azért dumálok, hogy látom, hogy ugye jöttök be a teremben, már Évi bent van, látom. Nagyon jó. Szóval ma, mit szóltok hozzá, egy picit tanulunk, gyakorlati tréning lesz, úgyhogy öveket bekapcsolni, hátradőlni, én egy hatalmas nagy korsó teát itt kikészítettem magamnak, szia Zsóka, és onnantól kezdve elindulunk. Na, szóval kortyoltak a teából, kávéból, még egy kicsit beszélek, hogy megvárjuk, hogy beérkezzetek, és akkor elindulunk. Szóval sok kérdést kaptam, itt, hogyha látnátok az ágyam, így be van terítve, különböző kérdésekkel, és próbálok mindent megválaszolni. Na most ugye, biztos láttátok, hogy elkészült a vadonás új weboldalunk, ami azt jelenti, hogy egy igazi online vevőszerző oktató oldalt sikerült elkészíteni, és hát itt majd ide teszem a linkjét, és arra kérlek, Évi, te bemegy a terembe, hogy én ide teszem most, hogy tedd meg ki a Face-re, ide csoportba, hogy mindenki lássa, hogy itt van, el van készülve az új oldalunk, és ide, ha följöttök, akkor mindenféle érdekes dolgot fogtok tapasztalni, közben úgysem zsámisen, így varázsolok, nagyobbra veszem egy picit, hogy látszom. Tehát az a lényeg, online vevőszerző oktatás oldal elkészült, és hát nagyon sok menüpontot már felragasztottam, de ez mindig bővül. Na most beszéltem Zolival, aki ugye nekem főső szponzorom, aki már több száz videó tulajdonosa, és azt mondta, hogy ő is beszáll ebbe a játékba. Magyarul, és ugye ugyanígy Rottek Laci barátom, harcos társam, hogy az elkészített videókat, amik különböző ilyen technikai videók, hogy hogy kell csinálni hírleveleket, beágyazások, mindenféle trükkök, a frisseket is, de főleg frisseket fogunk föltenni, a menüsorokat majd, de mit teszünk, úgyhogy elég nagy menü lesz itt, majd ilyen jó nagy fekete menüt fogtok látni, ahol mindenféle tényleg ilyen technikai képzések lesznek. Most ez azért fontos nagyon, hogy amikor valakit behoztak a rendszerbe, akkor erre az oldalra irányítsátok föl. Ide erre az oldalra irányítsátok föl, és mondjátok meg, hogy itt kezdjétek el, és akkor páf, így megnyomja az itt kezd el oldalt, és akkor ott üdvözlöm az oldalon az embereket, már meglátjátok, és innentől kezdve elindul egy őrület, aki ide becsatlakozik, mert önműködően föl tud építeni tényleg egy saját értékesítési csatornát, illetve Aladdin csodalámpáját. Na most azért mondom, hogy Aladdin csodalámpáját, mert tényleg, ha megtanulja valaki, és tényleg egy pici ráfordítás, minden nap egy órát foglalkozol vele, úgy, mint egy nyelvtanulással, én garantálom neked, hogy hát egy hónap alatt szépen, kényelmesen, szinte az alapokat teljesen megtanulod, már hamarabb egyébként, de 90 nap alatt biztos. Tehát azért mondok mindig 90 napot, mert 90 nap alatt körülbelül a próbaidőd véget ér, hogy egyáltalán alkalmas vagy erre. Sanszírozom, találkozni fogsz egy emberrel, aki nem biztos, hogy tetszeni fog neked, és az a tükör saját magad. Amikor utazol végig ezen a dolgon, akkor megismered önmagadat, bármennyire furcsa. Na most érdemes jó belemászni ebbe, megmondom miért, mert az utadat fogod megtalálni, az élet utadat, de úgyis rá fogtok jönni, amikor csináljátok. De most ugye, hangsúlyozom, itt van a lépésről lépése, tehát tényleg úgy van megkreálva ez az oldal, hogy bárki tudjon lépésről lépésre haladni. És tényleg az, hogy első lépés, páf, beregisztrálsz, második lépés, bum, hogy jelentkezel be az irodádba, bla bla, most nem megyek végig. És ugye itt vannak a fő lépések, amiket folyamatosan csiszolunk, de
Azt mondod, hogy jó, akkor hogyan csináljuk egy weboldalt? Rákattintasz a weboldal készítése nevezetű kis gombra, és akkor elindulsz, ugye ha be vagy regisztrálva már a rendszerünkbe, kapsz egy előre betöltött alap WordPress sablont, ami alapján kiválasztasz magadnak egy jó képű sablont, bármelyiket, ami tetszik neked, és elindulsz. De hogyha az oktató videók alapján bármelyik sablont kiválasztod, utána is tudsz változtatni rajta. Épp a Tornyos Laci, nem a Tornyos, hanem a Szívós Laci, meg a Talatán János oldalát úgy heggeztettük. És a lényeg, hogy láttam egy másik oldalt, ami azt mondom, ez telefonon is jó néz ki, és puff, egy másodperc alatt átraktuk, mert ugye gyorsan lehet sablont változtatni. És hát a meglepetés, azt láthattátok, ugye én ugye többőjükkel beszéltem, hogy így dobtak egy hátast, hogy hát ez így is ki lehet nézni, most már méltón ki tudom vinni a nagy közönség elé az oldalamat. Úgyhogy tényleg minden igényt kielégít, és itt hangsúlyoznám ki, hogy ugye sokan lenézték ezt a kis alaprórevés oldalt. Na most. Én tapasztalatot mondom. Nekem van máshol is bérlek, a Profitálhető is bérlek oldalt, meg van Hostem Profitos irodám is, amiben teszünk bele spécibb oldalakat, de ez az oldal, én most ezt tüzetesen átnéztem, most volt rá időm, egy picit belemélyedtem, nagyon sok mindent meg lehet csinálni. Sőt, én azt hittem, hogy ezt nem is fogják fejleszteni már, és hát tegnap az Oli barátom bevitt a háttér részébe, és meglepődve találtunk egy csomó olyan fejlesztést, ami eddig nem volt benne. Na most én ebben a sablomba csináltam meg ezt az oktatási oldalt, és elmondom nektek, hogy központi oldalként fogom ezt teljesen használni, sőt, ebbe fogok blogolni. Azért, hogy lássátok, hogy hogy kell blogolni, lássátok a napi híreket, és ugye én próbálok olyan mintát mutatni, ami szerintem másolható. És akkor tényleg elindulsz a weboldalnak az alaprészét, megcsinálod az értékesítési csatornát. Itt picit meg is állok, mert kérdezzetek el, mutatok egy oldalt, ami ugyan Hostem Profitos oldal, de ugyanezt meg lehet csinálni itt is, ugyanezzel a dizájnnal is. Itt van például. Peti küldte reggel ezt az oldalt, gyorsan azt hiszem az éjszaka összehegeztette ezt az alap első oldalát. Itt nem tudom, menüket tette be a Peti, de nem is ez a lényeges, majd mindjárt egy picit kisebbre veszem. Igen. Tehát ő egy ilyen vásárlói oldalt csinált, azt hiszem az Freedom Express, igen, jól tudom, lényegtelen a cégnek a neve, nem az a lényeg, hogy mi a cég neve, hanem mit tud nyújtani. És akkor Péter föltett egy ilyen alap képet, amit ugyanúgy meg tudsz csinálni a mi sablonunkba, ugye a ProRevit sablonába, egy cím, egy rövid videó, akkor utána egy kicsi szöveg, ugyanúgy cselekvésre felszólító kis ikon. Nézzük meg, Péter jól dolgozott-e? Biztos, hogy jó, de tessék, átvisz az anya oldalra, tehát jó tanítványa Peti, ő magától csinálta meg, tehát nem egy számítógépes gurú Péter se. Ezt nézzük meg, itt van az alap Freedom oldalra átvitt, aminek ez a lényege, és akkor innen majd tud barangolni tovább emberünk. Tehát megcsinált Peti is egy oldalt, és ugyanaz, mint amit én is szoktam csinálni, amit szoktam nektek mutatni, hogy nem kell sok egy alapértékesítési oldalba, egy pár rövid sor és cselekvése felszólító, hogy bővebb információ, ide kattints ide. Itt van, hogy ha téged is meggyőztek, ha látottak, mint engem, és nem akarsz lemaradni, akkor kattints a sárga gombra, regiszterbe, te is páf, kész. Ez egy alapoldal. Tehát nem egy ördöngös dolog, esküszöm nektek, én a Péternek nem segítettem. Bement, ő megnézte az oktató videókat, aztán hát úgy néz ki, hogy sikerült neki megcsinálni. Most csinálja a hírleveleket, szépen összeírogatja, és hogyha nem tudja valaki, hogy hogy kell megcsinálni a hírleveleket, akkor itt van a hírlevélküldő beállítása, páf! Benyomjuk ezt a hírlevélküldő beállítása kis gombot, mindjárt betekeri, és akkor megnézed azt a videót, hogy hogyan lehetne egy hírlevelet megszerkeszteni. Itt van, pofon egyszerű, hogy a hírlevélküldő beállítása. A hírleveleket több módon lehet szerkeszteni, előre elkészített mintalevelekkel. Most ezt azért mondom, mert ugye
már most nagyon sok cégnek megvan az előre elkészített mintavív levele. Ez általában 15-20 levélből áll. Ahova becsatlakoztál most, bármilyen üzletben vagy, és mondjuk nálunk is be vagy csatlakozva, és a szponzorod is, akkor biztos, hogy vannak neki hírlevelei, akik online dolgoznak. Szépen átküldi neked a szponzorod Word-ben, mert a Word-ben vannak ezek megszerkesztve mintába, vagy pedig kóddal is meg tudjuk oldani, csak ugye most kicsit bekeményített a cég, hogy egy kódot 10-en tudnak használni. Ez azért, hogy ne legyen spam. Tehát ne spammeljenek az emberek, de ezt megértjük a cégnek. Tehát az a lényeg, hogy ha a szponzorod már előre begyártott hírlevelekkel dolgozik, és ő írta az ő saját adataira, akkor már tulajdonképpen megint 10 ember tudja használni azt a kódot, és az egy másodpercet betölti a te rendszeredbe, tehát vagy ezt használod. Egyébként ennek a videóját ide tettem, hogy hogy kell kóddal berakni. De amit én most ajánlok nektek, az előre meggyártott Word leveleket, tehát a Word-ben meggyártott leveleket, a szponzortól kérjétek el, súgy átküldi neked e-mailbe, ez olyan 15-20 darab hírlevél, ezek hangsúlyozom, mint a hírlevelek, betöltöd a saját blogoldaladba, vagy weboldaladba, ki hogy nevezi, egyenként, szépen oldalanként. Eznek a technikája természetesen ebben a videóban benne van, és utána ugye folytatod a lépéseket, most nem mondok így technikai dolgokat, megnézzetek a videóba. Na most, amikor megvan az alap weboldal és az alap hírlevélküldő, megvan írva, be van helyezve a hírlevélküldő rendszerbe, ugye akkor ugye ezek már össze vannak így kapcsolva, hangsúlyozom, videóban megvan, hogy kell csinálni, akkor csinálsz egy feliratkozó oldalt. Tegnap föltettem, itt van, nézzétek meg, feliratkozó oldal készítése. Igen, és ebbe a friss videóban már meg tudjátok nézni, hogy hogy lehet beágyazni a weboldalba egy feliratkozó panelt. Hogy lehet beágyazni. És akkor ezt megnézitek, ezt úgy kell elképzelni, hogy egyik, tehát megnyitod a videót. Megnyílik a videó szépen, oké. Megnyitod a böngésződet, bemész a webirodádba, és egyik oldalon nézed a videót, és ugyanazt csinálod, mint ami a videón van. Ugyanazokat a lépéseket. Ha van két géped, mint nekem, hogy itt van előttem egy laptop, ott van fölötte a nagy gépemnek a monitorja, akkor egyik gépen szoktam nézni az oktató videókat, másik gépen pedig nézem és csinálom. Ezt úgy képzeljétek el, ez olyan, mint hogyha a szponzoroddal egy Skype megosztást csináljál, és akkor ide lépj, ide lépek, oda lép, oda lépek. Tehát mindig megállítod a videót, de most ezt be kell gyakorolni. Tudom, hogy ez egy kicsit furcsa először, de higgyétek el, hogy egy nagyon nagy szabadságot fog nyújtani. Azért fog nagyon nagy szabadságot nyújtani, mert a te tempódba fogod tudni csinálni. Nincs az, hogy megvan osztva a képernyő mondjuk a Skype, és biztos tudjátok, hogy a Skype néha olyan érdekes dolgokat művel. Van, amikor nem engedi az asztal megosztást. Ha megengedi, akkor nagyon lassan tölti be, és akkor ugye a szponzorod is, meg te is odafagytok a képernyőhöz. Sokszor mondjátok nekem, akikkel így dolgozunk, hogy hogy a jó égben van neked ekkora türelmed. Hát úgy, hogy már volt olyan, amikor a hetedikről majdnem kidobtam egy Toshiba laptopot, tehát túl vagyok ezeken a önmeg ismerő fázisokon, és azért vagyok türelmes. De ez nagyon sok időt elvesz, de hogyha ezt kihelyettesítjük ilyen videóoktatásokkal, hogy gyönyörűen meg lehet csinálni az oldalt, mindenki meg tudja csinálni. Ha valahol elakadtok, akkor fogod magad, fölírod egy lapra, hogy itt elakadtam, és küldesz egy messenger üzenetet azzal a címmel, hogy figyú, itt ebben a részben alakadtam, nem tudok az Istenése tovább menni, légy, amikor van időd, akkor segíts. Vagy add ide a megoldást, akár egy videóban, tehát valamit csináljuk, hogy tudjak haladni. Tehát ezt általában így szoktuk csinálni, és tehát mindenkinek megvan a saját szponzora, vagy ugye megvannak, most már folyamatosan képzünk ki embereket, ilyen szupportosokat, és akkor megkérdezitek tőlük, ők meg válaszolnak, hogyha azonnal tudnak, vagy pedig egy videót oda tesznek, mindenről videót csinálom. Mert magyarul tényleg lehozzuk a csillagos eget, csak be kell jönnötök a rendszerbe, és elkezdeni
ugye dolgozni kell. Oké? Okay? Na, akkor megvan mondjuk a feliratkozó oldalnak a készítése, hogy hogy van. Akkor ugye itt van egy webkonferencia menü, ide még nem tettem föl, már megvan, de egy vadonatújat fogok csinálni, ugye meglátjátok, tehát itt még azért üres ez. A pontos lépéseket, hogy hogyan indítsd el a konferencia termedet, mit lehet csinálni benne, hogyan streamingelj Facebookra, minden fölteszek, a PowerPoint bemutatókat, hogy tudod megcsinálni. Tehát ez nagyon-nagyon fontos, hogy majd egy kicsit úgy beízelődjetek a konferencia terembe, mert itt nagyon sok mindent meg lehet csinálni. Ki tudja váltani egyébként a Skype-ot teljesen a konferencia terem, és ugye titkosított tud lenni, be lehet úgy állítani, és innentől kezdve tényleg egész titkos képzéseket is lehet csinálni, bár én nem szoktam, de valaki például egy ilyen ügyvéd, mondjuk, és akkor úgy szeretne tárgyalni az ügyfelével, hogy egy ilyen konferenciateremben megoldható a dolog, ugyanis csak azt fogja ismerni a linket, akinek megadja az ügyvéd úr, illetve lehet utána másikat is generálni. Tehát az a lényeg, hogy nagyon sok minden föl lehet használni a konferenciatermet. Na most ne felejtsétek el a gyakran ismételt kérdéseket, mert ide minden kérdést nyomunk fölfele. Tehát itt majd látod, hogy ebben a videóban folyamatosan tőletek kapott kérdésekre válaszolok teljes részletességgel, és a videókat itt találjátok meg. Na most ugye itt átirányítódik, hogyha rákattintok a YouTube-ra, azért mert nem akartam belinkelni külön még a videókat, mert lefagyna a gépetek, hogyha én most minden videót oda belinkelnék, akkor lefagyna a gépetek, hanem itt egy lejátszási listát csináltam, és ide nyomom fölfele. Itt minden szakterületről van, hogy hogyan kezdjen az online munkát, mi van, ha drágálják a termékeket, mit csinálják, ha nem akarnak csatlakozni hozzám, hogyan mutassam be a cégemet, hogy regisztráljanak, és hogy nézzétek meg tényleg, hogyan tudsz gyorsan pénzt keresni, mindjárt lesz róla szó, hogyan tud elérni, hogy csatlakozzanak hozzá, gondolom, hogy senkit nem érdekel, hogyan tudsz 45 dollárként pénzt keresni, bam, hogyan tudsz, mit tehetek a elmúlt 50 éves, például ilyet is csináltam, miért aranybánya a konferenciaterem, megoldásokat mutatok, hogyan tudsz gyorsan pénzt keresni, sokszor van a pénz, hogyan kommunikálj egyáltalán, hogy regisztráljanak is, ne csak menjen ki. Tehát látjátok, úgyis elolvasod, nézzetek meg, rengeteg videót teszek föl, napi egyet biztos, tehát azt nem mondhatjátok, hogy én nem teszem oda magam. És a lényeg, hogy mindjárt visszamegyek. Igen. Tehát a lényeg az, hogy a kérdezfelelek oldalakat, vagy a gyakran ismételt kérdéseket ugye ti töltitek meg tartalommal, csak én fogok válaszolni a kérdésekre. Akkor csináltam direkt egy olyan menüpontot, hogy online munka a gyakorlatban. Itt egy másik lejátszási lista jön be, ami arról szól, hogy szintén a YouTube nyílik meg, ami arról szól, hogy gyakorlati tanácsok. Tehát tényleg több részre bontott, és szokjatok rá, érdemes hallgatni hanganyagokba, vagy napi szinten legalább egy videót, vagy akár többet is megnézni, de hetente legalább egyet. És vannak nagyon spéci stratégiai oktatások. Tehát ezek 6 év munkájának a tapasztalatai, ugye 6 éve nyomom az online, és mindenféle buktatókat mutatok, amiket ha Máté nem követtek el, akkor sikeresek lesztek. Mondom, stratégiák, meg stratégiák, mindenféle kommunikáció, dizájn elemek, stb. Tehát tényleg minden igényt kielégít szerintem. Természetesen, ha valaki valami másra vágyik, azt is meg tudjuk csinálni, de kérdezzetek. Tehát én minden, amit csak eddig kérdeztek tőlem, mindent feldolgoztam videóban. Akkor nagyon fontos is, majd mindjárt mutatom, a pénz. Na most itt egy picit el fogunk időzni, nem sokat, mert mondom, nem sokat érdekel benneteket a pénz, mindenkinek nagyon sok van. Ne felejtsétek el, hogy ez egy üzlet, ez egy biznisz. Tehát ez azt jelenti, hogy nagyon sok pénzt tudsz keresni vele, ha okos vagy, és nagyon nem fogsz keresni, hogyha buta maradsz, mert
Lehet, hogy te azt hiszed, hogy az online az már hülyeség, vagy még hülyeség. Lehet, hogy te azt hiszed, hogy hát ez csak egy 25 dolláros történet, úgyse fog senkit érdekelni. Mindenképpen igazad lesz, ahogyan te gondolod. Viszont ez nem egy 25 dolláros üzlet, hanem egy aranybánya. Egy olyan aranybánya, amit nagyon könnyű eladni, szinte hamarabb regisztrálnak az emberek, mint ahogy meggondolnák, hogy ez micsoda. És hogyha te meg tudod spécén mutatni, hogy ez mi, ezért mondom, hogy érdemes legalább alapszinten megtanulni a dolgokat, akkor nagyon gyorsan fogsz hiteles lenni, és gyorsan fognak regisztrálni hozzád. De ugye ugyanúgy, mint más termékeknél, itt azért érdemes néha válaszolni tudni. Ha meg nem tudsz válaszolni, akkor csak annyit mondj, figyú, én is most kezdtem, de ne keseredj el, itt a támogatói oldal, ide gyere föl, mindent megtalálsz. És ugye itt megmutatom ebben a videóban, hogyan tudsz pénzt keresni, vagyonokat. Tehát én azért mondom, hitelesen megcsináltam. Tehát most nem mondok számokat, de én bármikor el tudok menni egyet nyaralni, oda, ahova szeretnék, avval, akivel szeretnék. Ha akarok, megveszek egy repülőjét, és akkor puf, elmegyünk. Tavaly bejártuk a fél világot. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy te hogyan gondolod ezt. És mindezt azért, mert komolyan gondoltam az online-t, én abszolút nem megyek ki offline-ba. Én mindent online-ba csinálok, még hogyha megvan beszélve egy találkozó valahol, a Lurdiba például, akkor is azt szoktam mondani, hogy oké, ti Pesten vagytok, üljetek oda a Lurdiba, és hívjatok föl engem, és akkor vagy a konferenciaterembe, vagy a Skype-on, vagy valahol megbeszéljük online. Én nem fog fölmenni Pestre. Hogyha fölhívtok Pestre, vagy bárhova a nagyvilágba, akkor inkább üljünk már be egy jacuzziba, vagy gyertek le, ahogy szokták már a munkatársak, az menjünk be egy jó kávézóba, meghívva benteket egy jó halászléra, vagy kajakozunk egyet, hogyha jó idő van, vagy leviszlek a Rivierára, a Csongrádi Rivierára benteket, ezünk egy hatalmas nagy lángost, ne üzleteljünk. Üzlet az online pontosan frankon megvan. Tehát értitek a lényeget, hogy biztos most csóválod a fejed, hogy hát ez hülyeség. Én ezt élem, és ezért van szabadság az életemben. Majd meglátjátok. Ha még mindig össze-vissza rohangálsz egyik offline tárgyalásról a másikba, akkor azt tudom neked mondani, hogy nem vagy szabad még, mert ide-oda rángatnak a munkatársak. Itt is lesznek online-ba, hogy oké, segítesz valakinek, átmész egy másik helyre, de akkor is otthon vagy. És hogyha például bejön a krak, hogy mit tudom én, valaki megbetegszik a családba, akkor tudod azt mondani, hogy ó, figyelj, kicsit később fogok jönni a Skype-ra, most el kell vinnem a családot az orvoshoz. És akkor páf, lezárod addig, elviszed, de közben akár még a váróteremben vagy, föl tudod Skype-on hívni, vagy Facebookon, és tudsz már segíteni. Tehát effektíve biztos értitek, mit akarok mondani, hogy teljes szabadságot fog nyújtani az online. Egyébként offline-ban soha nem lesz szabad. Csak azt mondják sokan, de nem. Ide-oda rohangáltok városról, városra, országról, országra, rengeteg repülőjegyre, meg szállodajegyre ki adjátok a pénzt, ahelyett, hogy odaadnátok a gyerekeknek, vagy mit tudom én. Tehát értitek. Szóval pénz, nézzétek meg, mert nagyon durván, nagyon jó marketing tervünk van, és egy üzletet ne vigyetek csak. Tehát az öngyilkosság, ha egy üzletet viszel, jó, meg szuper, nagyon, meg mindig a fókusz az mindig egyen van, csak nem mindegy, hogy mivel kommunikálsz. Tehát itt is például sokan bejöttek most más cégekről, és oké, azt az üzletet, ott a fókusz, de a kommunikációt, a fókusz ugyanott marad, csak a mi rendszerünkkel csináljátok, és a fókusz ugyanott marad. És amikor ez a kettő már frankon megy, ami egyébként egybeolvad, majd meglátjátok, akkor már lehet kacsingatni esetleg, hogy hú, akkor építsük már fel azt az üzletet is. Na most csak dövjetek egy picit hát. Gondolj bele, benne vagy egy üzletben. Valahogy döcög, vagy megy, mindegy. Az a lényeg, hogy nem az a lényeg, hogy neked megy az üzlet, hanem az a lényeg, hogy az alsó vonaladnak is megy. Mert az alsó vonalad elkezd labilis lenni, akkor tudhatod, hogy a te üzleted sem fog sokáig működni. Ez szépen fölporlad. Egyszer csak a nagy vezérezredesi fizetés már csak picike lesz, aztán egyre kevesebb, aztán utána azt nézed, hogy a számládon a nulla van, vagy semmi se, vagy alig-alig valami.
Tehát ne várd meg, míg ez lesz. Fogod magad, oké, gondolkozz el azon, hogyan tudnál segíteni most az alsó vonaladnak. Hát ugye minden szponzor azt mondja, hogy hát többet szponzorálok. A nagy túrót. Nem szponzorálni kell, hanem okosan kommunikálni, tehát okosan szponzorálni. Tehát nem az a szponzorálás, hogy állandóan rátelepszek valakire, és akkor ővele megyek, utazgatok a világba, és az hogy szponzorálsz. Nagy túrót nem termelsz olyankor, és neki fölépítesz egy birodalmat, a tiéd nem épül, ha esetleg olyan a marketing rendszer, hogy utolér. Van ilyen is. Itt, ha jól föl van építve az oldal, akkor lesz időt szponzorálni. Mert ugye az a jó szponzorálás, amikor úgy vagy ott, hogy nem is vagy ott. Csak meg tudják nézni, hogyha valamit, mert ugye a szponzorálás az, hogy a szponzoráltaddal együtt megoldotok valamilyen problémát, hogy beosztok egy embert a rendszerbe. Hát is probléma, hogy hogy hozzad be a rendszerbe embert. Fogod magad, esetleg megnézel egy videót, vagy megcsinálsz te is egy hasonló támogatói oldalt, és ott például te elmondod, hogy hogyan érdemes behozni valakit. Csinálsz arra egy pár videót, akár úgy, mint én, és ezt nézeted állandóan a szponzoráltakkal. Ha nem képesek nézni a te videóidat, akkor azt tudom neked mondani, hogy nagyon sok időt azzal az emberen ne töltse el, mert ő nem akar semmit. Hát most képzeljétek el, hogy ha ti igazán akarjátok a saját üzleteteket, akkor minden infót megnéztek róla, nem? És az egyik legfontosabb info az, hogy hogyan tudok én behozni embereket. Hát ugyanazt fogja elmondani neked élőben is a szponzorod, hogy hogy hoz be embert. Hát ezt meg tudod videóban is csinálni, nem? Egyszer megcsinálod, akár 1000 szponzorátodnak is oda tudod adni, és mit egyik megnézi. Nem kell külön-külön mindegyiknek elmondani. Értitek? És ugyanúgy mindenről. És ahogy a weboldalt így fölépítitek, akkor hogy a gyakran ismételt kérdéseket csináltak egy ilyen menüt bele, és nyomjátok oda föl a minden olyan információt, ami arról szól, a hogyanról. Találd ki, hogy miket kérdeznek tőled. Ha nem, találod ki majd, akkor kapod a kérdéseket, és biztos voltatok már úgy főleg ilyen vezetőknek mondom, hogy ugyanazt a kérdést 15 000-szer fölteszik neked egy nap mások. És akkor ott vagy, hogy hát ezt szerintem elmondtam már. Sőt, van még ennél durvább horrorisztikus dolog, amikor elmondtad már annak az embernek, amit szerettél volna, mert megkérdezte tőled, és akkor délután megkérdezi még egyszer ugyanazt. Aztán még megkérdezi este 10-kor is. És ott állsz, hogy mi van? Majd megint mondjam el. Tudom, hogy az ilyen nevetségesnek tűnik, de ha te házat építed, hogy akkor már benne voltál ebben a szituációban, ne menj bele. Megcsinálod a kérdéseket, rá a választ, fölteszed videóba, kész. Nagyon nagy durranás. Csinálok erről is videót, hogy hogy kell videót készíteni, hogy teszed föl a YouTube-ra, onnan, hogy linkeled be a weboldaladba, és gyönyörűen épül föl a weboldaladba az érték. Értéket adunk, ugye. Na most hasonlózom, visszatérve a pénzre, nézzétek meg, mert hogyha te pénzt keresel, és az alattad lévő emberek, tehát a hálózati tagjaid is pénzt keresnek, akkor meg fognak nyugodni. És tegyük fel, ott vagy benne az üzletedben. Becsatlakoznak hozzánk strukturálisan ugyanúgy az embereid, akkor pénzt fognak keresni. Minden egyes becsatlakozott ember után, 25 dollárt után minden hónapban ennek a felét. Folyamatosan. Végtelen mélységig. 100%-os jutalék van. Ezt nézzétek meg a videókat, ahol elmondom, hogy hogyan működik ez az egész rendszer. Mert hogyha ezt így egymás mellett és egybe olvadva csinálod, akkor utána, tudjátok mi fog történni? Az, mint nálunk, hogy megnyugszotok. Jól megy a dolog, ha véletlenül Isten őrizze, de megborulna a cég, amiben benne vagy, előfordulhat, minden előfordulhat, akkor nagyon gyorsan tudsz váltani, szinte egyik pillanatra a másikra, elmondod, hogy gyerekek, nem tudjuk, hogy mi van, valami történt, remélik, hogy ilyen nem fordul elő, nálam már volt ilyen, akkor egyszerűen csinálsz egy videót, hogy srácok, ez a dolog van most, elindulunk egy másik üzletbe, úgy néz ki, hogy ez jó, lehet, hogy fogsz így járni, akkor
strukturálisan már pippak, a komoly emberek bent vannak, ők is a struktúráiknak szólnak, és ezt sérülésmentesen megúszza a hálózat, mert rögtön pénzt keresnek. Abban a pillanatban annyira gyorsan történik ez, egyszer Dave-nek a videóját néztem, benne volt valamilyen táplálékkiegészítő üzletben, és akkor kézzetek el, már minden jól ment frankon, föl volt építve online is minden, egyszer csak nem jött a bónusz, nem jött a fizetés. Be akart menni a weboldalra, kiírta, tudjátok, 404 error, nem tudott többet bemenni, vége van. Fölhívja a szponzorát, és csak a telefontolódára pip-pip-pip, tehát magyarul nem vette fel a szponzor. Várt még egy picit a Dave, fogta magát. Ő mindig nyitott szemmel járt, megnézte, hogy melyik az a cég, amit abban a pillanatban gyorsan rá kell tenni a rendszer. Csinált egy videót, hogy srácok, nem tudunk bemenni a webirodába, valami történt, nem tudjuk, hogy mi van, de nem várhatunk, mert nekünk pénteken ki kell fizetni X mennyiségű pénzt a bankba. Regisztráltok be strukturálisan, rögtön kerestek ti is, én is, mindenki egy csomó pénzt, és elkezdjük azt az üzletet. Ugye mindenkinek megvan az online csatornája arra, értékesítési oldalt, mindenki csinálja meg még az este, és a Dave megcsinált egyetlen egy ilyen videót, kitette a hálózatának, elküldte a hírlevélbe. Gyerekek, másnap olyan csekk volt az asztalán, ugye folyamatosan jöttek a regisztrációk, megtörtént a transformáció, és ment minden a maga útján, elkezdték a másik üzletbe a kommunikációt. Nem nyavajogtak, hogy jaj, most mi lesz, hogy lesz, most fizetnek, vagy nem izzi. A cégek jönnek, mennek néha, néha nincs ráhatásunk, sőt, nem nagyon van ráhatásunk, ezért mondom, mindig nézzétek meg a biztonságot, de minden megtörténhet bármikor. Értitek? De hogyha például van több értékesítési csatornál is, több üzletre is, akkor nem üt be a krak, mert egyik véletlen megborul, hát Istenem, hát így jártak. De van még akkor ott a tarsajtbe egy csomó. Értitek? Tehát azért mondom, hogy sokan, akik becsatlakoznak, még nem tudják, hogy mekkora darásfészekben nyúltak, ami nem csíp, hanem igazi, nem is darásfészek, hanem mély fészek, méhecskefészek, ami igazi mézet gyár. Tehát ezt így gondoljátok át, és nézzétek meg házi feladatként a videót, ahol megmutatom a pénzt, illetve a marketing rendszert, nézzétek át a mi marketing rendszerünket. És hogyha még mondjuk beregisztráltál, de még úgy vagy, hogy jaj, hát én még nekem nincs kész az oldalam, vagy türelmetlen vagy, hogy oké, beregisztráltam, mert azt mondta a szponzor, de akkor hogy induljak el? Akkor türelem. Mindenki, sor kerül mindenkire, de addig föl tudsz menni a támogatói oldalunkra, és szépen óvatosan, akár önműködően asztal megosztása, már elkezdheted. Ha meg nem, akkor meg vársz valamelyik szupportosunkra, és akkor pikpak összepakolják neked az oldalt, és így is tudsz dolgozni. És most így megyünk is tovább, mert biztos tudjátok, minden oldalba bele kell tenni egy blogot. Tehát én azt írom, hogy blog and vlog, ami azt jelenti, hogy ha már kész van az oldalad, akkor semmi más nem kell csinálni, csak megnyomnod mindig a blog and vlogot, tehát meg se kell nyomnod, mert hogyha fölmész a szerkesztőbe, tehát látjátok itt ugye a blog oldalon folyamatosan, mondjuk én most videókat tettem be, hogy legyen benne valami, de nem sokára meg fogjátok látni, hogy ilyen 5-10 perces videókba tájékoztatlak benneteket egy csomó dologról, és ezt mindig ide fogom föltenni, sőt elmondom nektek, hírlevél csatornát is fog készíteni rá, és akkor ide irányítok minden forgalmat. Neked is ezt kell majd csinálnod. Ugyanis ha készen az oldalad, utána semmi más dolgod nincs, ugyanígy fog kinézni a tiéd is, csak ugye más lesz a fejlődés meg a kommunikáció, de nézzétek, csak van itt egy new gomb, ez a nyelv, new gomb. Semmi más dolgod nem lesz majd, csak fogod magad, és nem mész már a page-re vagy a médiára, hanem mindig csak a posztra mész. Tehát új posztot fogsz csinálni. Rányomsz a posztra, még várjuk, hogy betekel. Nem kell még bemenni a hátsó irodába, meg semmi, hanem vissza tudsz menni a WordPress felületedre, és látjátok a jól ismert felületet, megadod a címet, ide beteszel egy videót, aláírsz egy csomó dolgot, ami a videóban van, tehát azt az infót, amit szeretnéd, hogy megjelenjen,
és utána nyomsz egy közzététát, és abban a pillanatban, ugye visszamegyek most, nem csinálom a gyakorlati dolgokat, abban a pillanatban a blog oldalon megjelenik itt, megjelenik a saját blog bejegyzése. Semmi más dolgod nem lesz majd, amikor megjelent a saját blogbejegyzésed, rákattintasz a blogodnak a címére, így, mint most én, de rákattintasz. Megjelenik a blogoldalnak, csak ennek a blogoldalnak az oldala, és látjátok, hogy ezt, hogyha jobban megnézitek, úgy van kitalálva, mint egy landing page oldal. Van benne egy videó, meg vannak benne rákattinthatási lehetősége. Na most ide nem tettem fel még kapcsolati űrlapot, mert ennek az oldalnak nem az volt a célja, hanem ugye ezt nektek készítettem. Bár fogok föltenni ilyen hírlevél, tehát én is fogok itt hírleveleket majd küldeni nektek. De látjátok, hogyha ide most az lenne betéve, hogy iratkozz fel a hírlevelemre, akkor itt föl tudnál iratkozni a hírlevélre. Ugye a videóban benne vagy, hogy kell ilyet csinálni. De ez egy komplett ilyen mini landing page oldal. Hogy van egy videó benne, ugye itt most nem írtam szöveget alá, mert most reggel gyorsan ezt beraktam, oda is lehet ilyen cselekvésre felszólító kis dolgokat rakni, majd ezt folyamatosan csinálok erről is videókat, és itt abszolút a telefonon is látszik nagyon jó, hogy látjátok, itt föl tudtok menni a Facebookra, a YouTube-ra, itt föl tudsz iratkozni a csatornákra, tehát teljes landing page oldalt tudsz csinálni így. Van többfajta módszer is, természetesen vannak ilyen csili-vili landing page gyártók is, tegnap már mutogattam, de ezt minden egyes blogbejegyzéseden meg tudod gyártani. Ha ez megvan, kimásolod a linkjét, nézzetek meg, most kimásolom. Oké. Bemegyek az online teremtés oldalunkra, a Facebook oldalunkra, nyomok egy Enter-t, hogy be is tekerje, és akkor bármelyik oldalra egyébként be tudod rakni majd a linkjét, mindjárt betekeri, ha minden igaz. Most az asztal megosztással meg ugye sok minden. Oké, itt van. És nézzétek meg, most életbe csinálom. Fogod magad, mindjárt betekeri. Oké. Lassú a netem ilyenkor, mert több oldal meg van nyitva. Jó, tehát itt meg is van. Így. Mindjárt be fogja tekerni, addig beszélek hozzátok. És az a lényeg, hogy a linket, ami már akarnak is csatlakozni, tehát a linket, amit szeretnél ugye betenni az oldalba, egy pillanat, itt. Jó, itt jelenik meg, mindjárt betekeri, csak mondom lassan, net. Ide az ír valamit részre, mindjárt be fogom tenni, szépen fogod magad egy jobbegér gombbal beilleszted, így mint most én. Na most itt érdemes, hogy megvárjad, mert elő fog jönni az előnézete, egy ilyen kattinthatós képé fog változni, és utána csak közzé kell tenned, és ki van posztolva, most az egy picit lassú elnézést, már mindjárt betekeri, tehát ki van posztolva akkor már abba a csoportba, amivel szeretnéd betenni. És ugye hol fogják megnézni azt az oldalt? Hát, hogyha rákattint, akkor visszavisz a blog oldaladra, mindjárt fogjátok látni. Jó, itt látjátok, hogy oké. Most itt nem tettem be képet, tehát lehet, hogy nem lesz kép. Én itt ezt el szoktam tüntetni, tehát ezt a linket, hogy ne legyen ez a csúnya link itt. Delete-et nyomunk, oké. Okay. Amikor ez megvan, akkor ezt kiküldöd. Fogod magad is, küldés. Természetesen ez gyorsabban fog menni nálad, mert ugye nem lesz ilyen lassan net az asztal megosztás miatt. De látjátok, itt szépen mindjárt megjelenik. Oké. Okay. És hogyha ott vagytok az oldalon, egyébként már ezt láthatjátok, mert kitettem, de mindjárt megnézzük, hogy hogy jelent meg. Ennek megvan a külön technikája, hogy lehet még több fajta képpel is berakni. És ugye a mester azt tanította nekünk, hogy délelőtt kiteszel egy blogbejegyzést az oldaladra, meg különböző helyekre, és egy másik képpel, meg egy esti blogbejegyzést is, ugyanazt a blogbejegyzést ki tudod tenni. Tehát reggel meg este kell ugye blogolni. És hogyha ez megvan, most
Oké, most élőben megyek, itt látjátok, és itt valahol megjelenik az oldal. Igen, itt van az, hogy miért és hogyan érdemes online dolgozni, online vevőszerzői oktatás. Tehát ez a link, amit az elején kitettem. Természetesen ennek megvan a technika, hogy hogy legyen nagyképes, ezt most nem mutatom, de a lényeg az, hogy ezeket a posztokat mindig ki tudod rakni. Oké, na, szegény Facebookot megerőszakolom, most visszamegyek ide az oldalra. Tehát itt látjátok, hogy minden egyes blogbejegyzés, hangsúlyozom, egy ilyen landing page oldal tud lenni, amit különböző helyekre ki tudsz rakni. Na most ugye mindig kérdezitek tőlem, hogy hogy jut el az információ az emberekhez, hát így fog eljutni. És ugye vannak tréningeink, és én mindig tartok olyan tréninget, hogy hogyan találsz igen embereket, és mikor, milyen információt érdemes csöpögtetve eljutatni az emberekhez. Ugye, hogyha a hírlevél küldőrendszert használjátok, akkor ugye a cél, hogy minél gyorsabban feliratkozzon hozzátok egy pár ember, aztán egyre gyorsabb, sok ember, és akkor ő nekik meg megint csöpögtetve ugye a hírlevél küldőrendszer küldi a napi szintű információkat. Ugye ez a gyakorlati módja az, hogy üzemelteted az oldalt. De érdemes ugye 90 napon keresztül legalább, nem én találtam ki, minden nap csinálsz egy blogbejegyzést, akár kettőt is. Mi kipróbáltuk nagyon sokszor, és a tapasztalatom az, hogy a durván átütő siker, és az 40 és 60 nap között van. Tehát a 90 napon belül kényelmesen megvan a siker, de 40 és 60 nap között van az, amikor a levelek is mennek ki, te is kommunikálsz, YouTube is már jól működik, tehát ez egy jó, minél gyorsabban megcsinál minden, de türelmesen, és a siker nem fog elmaradni. Tehát a siker az mindig attól függ, tehát például kérdezte tőlem egy hölgy, hogy itt van a cégem, akkor mit kommunikáljak, meg hogy nagyon gyorsan pénz legyen. Hát mondom, attól függ, hogy mit kommunikálsz. Mert hiába becsatlakozom mondjuk egy homokgyártó céghez, amit a sivatagba szeretnél eladni, akkor hiába csinálsz nagyon jó kommunikációt, nem biztos, hogy meg fogják venni a sivatagba a homokot. Értitek? Tehát, hogyha nem olyan a céged, amin jól tud kommunikálni az ember, akkor nehéz. Meg néha így fogom a fejem, mikor mondják, hogy föl kéne építeni egy jó céget, de nem lehet róla semmit mondani. Ez olyan, mint hogy próbálnál csinálni egy oktató videót a szexről, és akkor nem lehet a szűzlánynak semmit mondani, hogy hát mit is kéne csinálni, meg hogy kell, tudjátok, hogy így próbálkozott kerülgetni a dolgokat, és próbálnál oktató videókat csinálni, mondjuk egy ilyen szexterapeuta lennél, de nem mondhatod, mert az nagyon prűd dolog. És akkor szegény szűzlány mit fogod nézni? Hát, inkább kipróbálom. Tehát értitek, hogy azt, amit nem lehet kommunikálni, azt nem lehet. És akkor mit lehet csinálni például egy ilyen cégnél? Hát avval kell főzni, ami van. Meg kell nézni, hogy mi az, amit lehet kommunikálni. Mondok egy tanácsot erről. Mondjuk tegyük föl, semmit nem lehet kommunikálni a cégedről. Mondjuk tegyük föl, hogy fogyókúrás készítményekkel foglalkozó, de nem lehet mondani a cégednek a termékéről, hogy az fogyásra alkalmas, meg hogy az segít a fogyásba. Hanem akkor a suttogó kampány lép érvénybe, az arról szól, hogy tudod, beszélsz valamiről, ami fölkelti az érdeklődést, hogy tudod, hát ez hihetetlen, ami történt, hogy csinálsz egy videót, hihetetlen, ami történt. Ha kérdezik, azt látom, hogy egyik barátom egyik nap egy ilyen nagyon kövér gyereket képzettek el, és ezt is találkozok vele, hogy ilyen nagyon csinos, meg jó kigyúrt, meg új barátnője van, friss autója, mi a fenét csinálhat? Csak megkérdeztem tőle, mondja nekem, hogy hát ezt úgyse hinnéd el, képzeld, de az egyik barátom adott nekem egy cuccot, tudni ezt lehengesen, adott nekem egy cuccot, elkezdtem használni, adott hozzá egy ilyen programot, azt szerint elkezdtem élni, aztán nem is mondtam el senkinek, mert úgyis hülyének néztek volna, aztán végigmentem így önműködően egy ilyen programon, tök jó lett, kimegyek az utcára,
beülök az autómba, nem is volt autóm, hanem bemegyek az buszvállalóba, ott meg látom, nagyon szép lányok van, minden, egyszer csak így rám mosolyog az egyik. Hát mi a franc van? Nem tudta, hogy merre kell menni, mondjuk a Moszkva térre, segítettem neki elmenni, aztán olyan jó beszélgetés volt, megadta a telefonszámát, és egyszer csak ott találtam magam, hogy lett egy barátnő. Aztán sok embernek elmondtam ugyanezt a sztorit, hogy hát tulajdonképpen megcsináltam ezt a programot, lefogytam, tök jó érzem magam, nagyon sok ember ugyanezt a programot elkezdte csinálni. Egyszer kaptam a cégtől egy olyan csekket, hogy tudtam venni egy autót, aztán most a barátnőmmel egy autóval rohangálunk. Értitek? Semmit nem mondasz a cégről, csak a sztorit mondod el, hogy mit csinál a cég. Van egy üzleted, amivel olcsóbban lehet vásárolni, akkor mit lehet itt kommunikálni? Hát az, hogy neked van egy jó kis kártyád, amióta bemész, ebben vásárolsz, különböző kedvezményeket kapsz, hó végén kapsz egy csomó pénzt, és értitek, elindul a sztorizás. Nem kell a cégről semmit mondani, sőt, elmondom nektek, az a legjobb, a céget meg se említed. Mert nincs vele baj. Hát, hogyha nincs a céggel, cég név említve, akkor nem mondhatsz semmit a cégről, a cég nem fog téged piszkálni, hogy mi, mit kommunikáltál, hanem van neked valamit, amit csinál valamit, ami egy jó sztorit tud neked gyártani. Nem tudom, ezt értitek-e. Ez olyan egyszerű, mint a pofon, és ahelyett, hogy sokat gondolkoznánk rajta, nyomni kéne kifele az ilyen információkat. És akkor így fog az ember, hát most melyikre indulsz be jobban? Arra indulsz be jobban, hogy ez a cég, ez a világ legjobb üzlete, meg különböző ilyen varázsszavakat mondanak emberek, ilyen marketing lépcsőket megízik. Itt a francot érdekel. Jön a pénz, szuper, mit kell csinálni? És akkor ezt csinálom. Itt érdekem, hogy a sarki fűszeres fizeti ki az én csekkjeimet, vagy egy szuper cég. Tök mindegy nekem. Az, hogy ki fizessék. És ez jó sztoriba ezt be lehet ágyazni. Na, jó, elkanyarodtam, de a lényeg, a blogok erről szólnak. Ezt fogom nektek folyamatosan tanítani, hogy hogyan lehet ütős blogot csinálni, és akkor kiteszed ezt a videót, amit például most így elmondtam. Mondod a videót, nézi a videót, és mellette meg ott van, hogy nézd meg a marketing tervet, brutál. Keresd még pénzt, még többet, és lép ide, lép oda, és oké, megnézi a videódat, mert hidd el, pontosan tudja, hogy te igazat fogsz mondani, majd lelkesen mondod. És közben rá fog kattintani, hogy iratkozz fel a hírlevelemre, küldöm a jobbnál jobb infókat. Ide még, hogyha idegeskedésképpen fölteszel egy olyan sikersztorit, ami mások is elérte, akkor az haba tortán még gyorsabban fog működni a dolog. És minden egyes nap egy sztori, minden egyes nap valami eszedbe jut. Ha nem tudsz minden nap 90 napig csinálni a te saját cégedről egy ütős valamit, akkor én szerintem hanyat homlok menekül, mert az a cég az nem fog jó, nem jó. Amiről nem tudsz sztorizni, ami az nem jó. Ha olyan üzleted van, amiben nem mondom, de a lényeg, hogy nézd már meg, hogy miben vagy benne. Hogy tudsz-e róla valamit mondani. Ha nincs, akkor menj a cég közelébe, csináld videókat, és rakosgass kifele, aztán több helyre a Facebook csoportokban van megengedik, hogy csinálsz egy Facebook csoportot, oda rakosgatod be, és könnyebb embereket meghívni, mint ne te spamelgetsz különböző helyekre. Azt írjátok föl. Könnyebb embereket meghívni egy bizonyos, tehát promóció művészete folyik, könnyebb embereket meghívni egy új, friss valamire, mint hogy te folyamatosan az embereknek, akik már megcsináltak Facebook csoportokat, oda azt beszpemelgetni az üzleti ajánlatodat. Mi a francnak? Majd akkor fogod ezt erre rájönni, amikor te csinálsz egy Facebook csoportot, és ott valaki beteszi kéretlenül az ő üzleti ajánlatát. Akkor fogod ezt megérteni, amit én most mondom. Tehát ez a jó út. Oké? Okay? 49 percen nyomom nektek. Remélem, hogy mindenki így leforrázódott, meg bekattant valami, meg valami fölismerés jött, mert Aladdin csodalámpáját mutatom, hogyha észrevednétek. És utána tényleg, ha fölépül a rendszer, már pedig ez
pár nap alatt meg lehet csinálni, utána csak egy blogbejegyzést. Megint ide mész, new post, másik nap new post. Körülbelül annyi tudomány kell hozzá utána, mint hogyha most nekem írni akarnátok egy Gmail postafiókból egy levelet. Semmi nagyobb tudomány nem kell hozzá, nem kell internetgurúnak lenni, programozónak, nem kell billgésznek lenned, meg semmiféle izét. Neked nem szerelni kell a Mercedes-t, hanem beleülni, nyomni tőlig a gázt, és haladni vele. Oké? Na, hát ennyi lett volna a kis gyakorlati tréning. Iratkozzatok fel a YouTube csatornámra, gyertek ide be a Facebook csoportomba, illetve nem sokára a hírlevélre is fel tudtok iratkozni a vadinújra. Úgyhogy sziasztok, a teremtő erő legyen veletek, és találkozunk a következő videóban.